Újabb hét, újabb könyv. A múlt héten Joe Girard könyvét olvastam el, ami a Have to Close Every Cell. Lényegében arról szól, hogy hogyan tudsz minden egyes fűzetet lezárni, és a Joe Girard az egy nagy spiller ebbe, mivel itt rajta is van, hogy világ legjobb értékesítője, nem véletlenül, mivel Guinness rekordot döntött, ő lényegében bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mert 13 ezer egy darab autót adott el 15 évén belül, úgyhogy ez egy, ez egy rekord, és ezáltal ő bekerült ebbe, és ebben a, ez a négy, van négy nagyon, nagyon sikeres klasszikus könyv, ami Amazonon kapható amúgy, és ez az egyik ilyen könyv, az egyik ilyen legjobban dicsért könyv, ez lényegében arról szól, hogy hogyan tudsz szélszelni, szóval ez alap dolgokat mond el benne, nagyon hasznos dolgokat, és hogyha ha már haladó is vagy a szélzben, vagy ha kezdő, akkor mindenképp javaslom, de haladó is vagy a szélzben, sok-sok ilyen felismerése tud lenni, akár megerősítés, hogy ezt tényleg eddig nagyon-nagyon jól csináltad. Szóval úgy az, hogy ezekből mindig tanuljunk, és mindig minél, minél több ilyen, könyvet olvasunk el. Én ezt a múlt héten olvastam el, és bemutatom nektek ezt, hogy ez hogyan is működik pontosan, hogy mondok róla öt ilyen dolgot, ami nekem külön szeretnék kiemelni, úgyhogy nektek is hasznos tud lenni, és nagyon tudom ajánlani, hogy mondtam, Amazonon meg tudjátok venni. Én ezt használt formába vettem, szóval lássátok, ilyen sárgák már a lapjai, és ezt is természetesen így kieteteltem folyamatosan, úgyhogy ilyen nagyon jól mindig kijelölöm őket, a legfontosabb részeket ilyen kiemelővel, vagy, vagy sima Legelső, amit tanultam a könyvből az, hogy figyelj az ügyfelét idejére. Szóval a ügyfeleknek mindig az idejük a legdrágább, ugyanúgy, mint neked is. Ez egy kulcsfontosságú az, hogy figyelj rá. Figyelj arra, hogy nekik az idejük az, mennyi, mennyi idejük megy el arra, hogy veled tárgyaljanak. Szóval nekik nincs sok esetben több, több órájuk arra, hogy egy üzletről tárgyaljanak, mint valaki leül, és akkor oké, mennyi menjük, menjük tart egy tárgyalás. Két óra, három óra, négy óra nem. Nem kell négy órát tárgyalni, meg három órát, már sokkal felgyorsult a világba érünk. Nekik az a lényeg, hogy minél rövidebb idő alatt megmond, hogy mi, hogyan is tud működni. Mi az, hogyan csináljuk erről, van egy mesterkurzusom, amit meg tudsz vásárolni, ma beteszem ide a leírásba a linket, de az a egésznek a lényege, hogy ezen keresztül a legelső tárgyalásnak maximum fél órának kell lenni, ez online legyen, nagyon fontos. Ha offline, akkor természetesen egy órát kell ö, több idő, de hogyha online a tárgyalás, akkor természetesen egy természet sem fél óra elég, és a másik, az pedig javaslom, hogy telefonon legyen, szóval ne online, hanem telefonon keresztül, és 15 percbe egyeztes meg vele. Lehet, hogy a másik tárgyalása még nem tud, még valami felmerül benne, nem tud egyből döntést hozni, akkor lehet akár a harmadik, vagy negyedik tárgyalás is, de még ha négy tárgyalásod is van, akkor is egy óra 15 percbe került egy ügyfél. Nem három óra, négy óra, és általában az egy két tárgyalásban le tudsz valakit zárni áró vagy bére, szóval nagyon-nagyon nem mindegy. Úgyhogy erre nagyon-nagyon figyelj, és ez nagyon fogják tisztelni benne az ügyfelek is, hogy ha erre odafigyelsz. A másik az, hogy a homework a, hogy a tárgyás előtt a házi feladatot az végez, de az mit jelent például az, hogy előtte megnézed a céget, hogy mivel foglalkozik, megnézed a weboldalát, megnézed ki a cégnek az ügyvezetője, utána tudsz kutatni Google, TikTok, YouTube, ezer egy platformon lehetnek Facebookon, de ez a leggyakoribb ugye, és megnézed a cég, hogyan működik, milyen kollégái vannak, akár kiraknak magukról képeket, szóval sok-sok ilyen cég van, aki ezt, ezt, megoldja, szóval ezáltal te ezt mind tudod kicsit jobban megismerni a cég, és erre tudsz így hivatkozni a tárgyalásra, és nagyon-nagyon bizalomépítő lesz, hogyha tárgyás közepén berobsz egy hogy, hogy láttam amúgy, hogy a, voltak, nem tudom, voltak, nem tudom, Kecskeméten, vagy voltak Budapesten valahol a elvitte a, a, céget, hogy milyen jó, hogy járok ilyen kirándulásokra, és tök, tök szuper láttam, hogy nagyon a képek, és ez neki nagyon-nagyon bizalomépítő lesz, hogy hogy, 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 te utána néztél, hogy te szántál arra időt, hogy a tárgyás előtt megnézni, csak úgy, hát jó, van, tárgyalok vele, hanem utána is nézel. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, és például a, a a legújabb értékesítőnkor arról is visszajelezte, hogy ő is például mondta, hogy ő is mindig ugye már utána néz a cégnek előtte, mielőtt tárgyalnak előtt vele, és nagyon sok pozitív kapott ez ügybe. Szóval ez nagyon fontos a, 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 cégnél, hogy ez, vagy a cégvezetőknél, hogy ezt te, neki a, a cége az olyan, mint a gyermeke. Szóval minél jobban te utána nézel, minél jobban megismered a gyermekét, annál jobban fog téged tisztelni, és annál hamarabb fog veled üzletet kötni. Aztán a harmadik az a, a silence is golden, ugye, hogy a, a csönd, az, a, a, hallgatás az lényegében arany, hogy, hogy csöndben legyünk, hogy hallgassuk a másik ügyfert, hogy ugye bár itt is, hogy két fülünk van, és egy szánk. Szóval ezáltal, hogy mi beszél, mi lényegében 80%-ban az ügyfél beszél, és te csak 20%-ban, és mindig kérdez az ügyféltől, és ezáltal te minél több információhoz fogsz ezáltal jutni. Aztán a negyedik az, hogy az eladás az azután kezdődik, miután te Eladtál. Szóval, hogy lényegében a valódi szerz, az tényleg akkor, amikor már újra fogsz eladni. Szóval először eladtál, eladni elsőre bárkinek nagyon egyszerű, de hogyha te jól csinálod a szolgáltást, akkor újra és újra, újra és újra, ugye reaktiválod az ügyfeleket, folyamatosan el tudsz neki karnál, akár éves szerződést is, ahogy mi is csináljunk, ugye? És ezáltal az éves szerződési által te tudsz vele számolni a következő évben, szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ezt így fel tudod gyönyörűen építeni, úgyhogy nagyon-nagyon hasznos, hogyha te figyelsz, arra, és kialakítod a saját folyamatodat, hogy te hogyan reaktiválod, hogyan veszed újra kezedbe a, a, irányítás, hogyan tudod azon, azon, hogyan tudod a meglévő ügyfeleket arra rávenni, hogy újra tőled és tőled vásároljanak folyamatosan, akár éves szerződések keretében. Erről van szó, hogy a online értékesítés a képzésemben, amit ahogy mondtam, beteszem a leírásba. nézd meg, van három ingyenes videó is, amit meg tudsz nézni, hat és fél órás anyag, abból egy órát meg tudsz itt nézni nézd meg, kattints rá, és könnyedén a szeretnéd bankkártyával meg tudod egy-két kattintással rendelni. harmadik, az a, vagy olyan ötödik az a service, 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 ugye bár, hogy mindig szolgáltat, szolgáltat, hogy minél több szolgáltás adj, hogyha a, a valaki elvár 100%-ot, akkor nem te 100%-ot adj, hanem ad neki 110%-ot. Ad neki olyan dolgot, amire nem is fog tőle számítani. Bármi apró figyelmesség lehet. Most ö, én, is, én is ezt mindig kutatom, hogy ez hogyan lehet minél jobbá tenni az ügyfél, mint, volt olyan cél, aki úgy csinálja például, hogy küld egy valamilyen ajándékot, mikor megkötődik az üzlet, és kifizette az ügyfél, akkor utána ő nem is szól erről, de kap, küld az adott illetőnek, hogyha a hölgy, akkor rózsát, vagy bombont, vagy hogyha férfi, akkor egy könyvet, vagy, vagy bort, és küld neki valami kis apró ajándékot, ami lehet csak 10-20 euró, de, de nagyon sokat tud ezáltal neki segíteni, és én is dolgozok azon, hogy a, az ügyfél élményt hogyan lehet ezt legjobban megoldani, hogy ez, ez teljesen fel legyen így építve. nagyon-nagyon érdekes ez, hogy hogyan tudjuk ezt a legjobbá tenni, de az, hogyha te sokat többet adsz, mint az ügyfél elvár, akkor nagyon magadhoz fogod láncolni az ügyfeljét, és, és tényleg kiváló kapcsolatot fogsz tudni velük kialakítani. Úgyhogy a Joe könyvvel ezt tudod megtanulni, még, még sok hasznos más. Nagyon javaslom, hogy ezt a piros-fehér könyvet, ezt a kis könyvet vedd meg, nem tudom, 10-11 euró, szóval tényleg egy vicces ár érte, amely tudásábe benne van. Kezd el, olvas, minden héten olvasd egy könyvet, simán, ahogy a napi egy órát olvasol, mindenkinek van egy napi egy órája, be tudod osztani az időre, tudsz olvasni egy havont, vagy hetente egy könyvet, de hogyha nem is hetente, akár csak két hetente, vagy havonta olvasol egy könyvet, már sokkal-sokkal előrébb jutsz, mint az embereknek a nagy átlaga, mert általában az emberek egy évben egy könyvet nem olvasnak el, te már havon egy könyvet elolvasol az évi 12, vagy két hetente, az ugyebár bár évi 24, vagy ugye bár, e, akár hetente, mint én például 50-52 könyv, akkor ebben az esetben nagyon nagy tudásra fogsz szertenni, és a, e, a közül így el fogsz e, repülni, mint a rakéta. Úgyhogy találkozunk következő videóban, következő ilyen könyvmutatóban, iratkozz fel, hogyha nem, tett, nem tetted, és a kurzus meg csekkord a leírásba, nézd meg, három videó teljesen ingyen van, meg tudod nézni, és ha szeretnéd, akkor pedig meg is tudod vásárolni, nagyon-nagyon javaslom, plusz még mostra már, már egy akció is.